kockázatos, de jogszerű. Átalakul a hulladékszállítás. Aláírásokkal védené meg a rezsicsökkentést a Fidesz. Az MSZP inkább az áfát csökkentené. Jó estét kívánok, ez az aktuális április 3-án, jönnek híreink részletesen. Ketté válik a hulladékszállítást végző cég Gyöngyösön, hogy megfeleljen a törvényi előírásoknak. A város alpolgármestere a keddi fogadóórában arról beszélt, a megoldás hordoz magában kockázatot, de megfelel a hatályos jogszabályoknak. Az új hulladéktörvény szerint csak többségi önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő cégek végezhetik a hulladékszállítást Magyarországon, vázolta az előzményeket a keddi fogadóórában Réti Béla szakmai alpolgármester, aki elmondta, hogy megfeleljen a jogszabályi előírásoknak, az önkormányzat elfogadta a Gyöngyösön a szemétszállítást végző cég javaslatát, amely szerint a társaság ketté válik, majd a kiváló cégben az önkormányzat többségi tulajdon szerez, és a másik cégtől bérli a hulladékszállításhoz szükséges eszközöket. A bonyolult jogi művelet az alpolgármester szerint sem felel meg a törvény eredeti szellemiségének, de a jogi előírásoknak eleget tesz. Ha ezt a megoldást követjük, akkor meg tudunk felelni álláspontom szerint a hulladéktörvénynek mindenképpen. A közbeszerzési törvénynek is nagy valószínűséggel sokkal inkább meg tudunk felelni, semmint tudtunk volna az AVE első javaslata alapján tárgyalt szétválás jogi megoldásával. Ugyancsak szó volt a tegnapi műsorban a csütörtöki testületi ülés másik döntéséről, amellyel a grémium felkérte a Városgondozási ZRT-t, hogy dolgozzon ki üzleti tervet a zöld felületek gondozására. A képviselőtestület azt kérte, hogy vizsgáljuk meg ennek a lehetőségét. Ennek az úgynevezett in-house vagy házon belüli beszerzési módszernek azért számos előírása van. Tehát ugye alapelv az, hogy közpénzt csak verseny útján szabad elkölteni, kivételez alól a bizonyos 100%-os önkormányzati tulajdonú cég, amennyiben közfeladatot lát el, tehát elviekben erre volna lehetség. Azonban az önkormányzati cég csak akkor bízható meg a feladattal, ha olcsóbban szolgáltat a piaci árnál, és nem szerez az önkormányzaton kívüli forrásokból bevételt. Ha a cég nem tud eleget tenni a feltételeknek, az új parkgondozót Európai Uniós közbeszerzés során választják majd ki a képviselők. A rezsicsökkentés megvédéséért kezdett aláírásgyűjtésbe a Fidesz. Azt akarják elérni, hogy az országgyűlés tartson ki a rezsicsökkentés mellett, amelyet több vállalat is megtámadott a bevezetése óta. Magyarország nem hagyja magát, olvasható a Fidesz aláírásgyűjtő standján. Az aktivisták azért gyűjtik a szignókat, hogy az országgyűlés tartson ki a rezsicsökkentés mellett. Az aláírásgyűjtésnek a célja a rezsicsökkentés érdekében történik, a rezsicsökkentés megvédése, hiszen a magyar kormány döntéseivel szemben nagyon sok olyan európai tulajdonú, külföldi tulajdonú cég igyekszik föllépni, amely a magyar családok, a magyar emberek érdekeivel szemben áll. Ezt kívánjuk megvédeni ezen aláírásgyűjtéssel. Ott jártunkkor többen is aláírták az íveket, amelyekből a néhány nappal ezelőtti összesítésig 150 ezret gyűjtött össze a Fidesz. Ha az országgyűlés ezeknek a hatására úgy dönt, hogy a kormány folytassa a rezsicsökkentést, akkor az árak legközelebb nyáron változhatnak majd. A következő szakasz az nyár elején fog megtörténni, ahol az energia árak mellett a különböző más közszolgáltatások, ilyen mint az ivóvíz, csatornadíj, szilárd hulladékelszállítási díj, de a propánbután, gáznak a díja, tehát ezek is folyamatosan csökkenni fognak a nyár végéig. Az íveket nem csak itt a Pampuk sarkon, hanem a város több pontján is aláírhatják, akik egyetértenek a Fidesszel. Az akció még körülbelül 2 hónapig tart. Az MSZP nem ért egyet a rezsicsökkentéssel, az ellenzéki párt inkább az áfát csökkenteni. Erről is szó volt a párt gyöngyösi szervezetének sajtótájékoztatóján, amelyen a rezsicsökkentés következményeiről és a bányásznyugdíjak visszaállításáról volt szó. A rezsicsökkentés a cégek csődjéhez vezethet, jelentette ki Hisz György városi MSZP elnök. Ez az önkormányzatok működésére is hatással lehet, hiszen számos cég önkormányzati tulajdonú. A rezsicsökkentés pedig ezek gazdálkodását nehezítheti vagy lehetetlenítheti el.
a vízi közműtörvény, a hulladékgazdálkodásról, a rezsicsökkentésről, vezetékdíjról szóló törvények. Ezek alapvetően befolyásolják az önkormányzati tulajdonú cégek gazdálkodását. Magyarul a rezsicsökkentés, ami jó a lakosságnak, az már rövid vagy középtávon is a cégek csődjéhez vezet, az önkormányzati cégek csődjéhez vezethet, és végső soron a lakosságra lesz áthárítva ennek a rezsicsökkentésnek az összes terhe. Ez érinti az önkormányzatokat, mivel a Heves-megyei vízmű az önkormányzatok tulajdonában van, és a kivetett vezetékadó miatt már most közel 400 millió forint veszteséget könyvelhetnek el, a rezsicsökkentés pedig újabb 400 millió forint veszteséget jelent. A cég a veszteség egy részének a pótlását az önkormányzatoktól kéri. Ugyanilyen gondok adódhatnak a szennyvíz kezelésnél, véli Hisz György, és ez a cégek csődjéhez is vezethet, a veszteséget pedig az önkormányzat szenvedi el, hangzott el a tájékoztatón. Az MSZP inkább az áfát csökkenteni, mert ebben az esetben a teher nem hárulna a fogyasztókra. Sós Tamás a bányásznyugdíjak visszaállítása érdekében adott be interpellációt Balogh Zoltán emberi erőforrás miniszternek, jelentette be a tájékoztatón. Elfogadhatatlan, hogy 2012. január 1-től a korhatár előtti öregségi nyugdíjat elvették a bányászoktól, hisz valójában ők nem kegyet kérnek, hanem jogos járandóságuk. A külszíni bányászatban ez a nyugdíj indokolt, hangsúlyozták, és a rokkant bányász munkavállalók esetében sem tartják elfogadhatónak, hogy egy törvényrendelet hatályon kívül helyezésével elveszítsék eddigi jogosultságukat, és így kilátástalan helyzetbe kerüljenek, tette hozzá Sós Tamás. Etikátlannak tartja az új város logó kiválasztásának módját a Jobbik. A párt önkormányzati képviselője szerint a lakosságot is be kellett volna vonni a folyamatba. Az új logót a város polgármestere és alpolgármestere választotta ki, azt mondják jogszerűen. Kévés Tamás a város új logóját mutatja. A Jobbikos önkormányzati képviselő azt mondja, innen a Városi Újságból tudta meg, hogy a városvezetés logót készítetett. Mint a képviselő azt a legutóbbi testületi ülésen is jelezte, szerinte a folyamatban a nyilvánosságot is be kellett volna vonni. Ezt a folyamatot úgy kellett volna, hogyha nyilván egy széles körű társadalmi köröket megszólítva, akár a civil társadalmat megszólítva próbálják meg a több variációból választhatott volna ugye Gyöngyösváros lakossága, illetve mondom maga az, hogy a képviselőtestület, aki egy szűkebb grémium, nem is látta, nem is tudott róla, hogy ez egy új város logónk lesz. Réti Béla alpolgármester a képviselőtestületi ülésen válaszában elmondta, a logót ő és Faragó László polgármester választották ki a lehetséges változatok közül. Az alpolgármester szerint ehhez nem volt szükség a nyilvánosságra. Én azt gondolom, hogy a városmarketing elemek azok nem tartoznak a társadalmi nyilvánosságnak a keretébe, sőt nem tartoznak alapvetően a képviselőtestület hatáskörébe sem. Megvizsgáltuk ezt a kérdést. Természetesen mindez nem érinti Gyöngyösváros hagyományosnak mondható címerét, illetőleg zászlaját, és az ezzel kapcsolatos használati szabályokat. A 38 ezer forintért elkészült új logó különböző turisztikai kiadványokban kap majd szerepet, és a városmarketinget fogja erősíteni. Réti Béla szerint egyébként az új logó azt fejezi ki, hogy Gyöngyös sokszínűségével alkot kerek egészet. Jövőre folytatódhatnak a rehabilitációs munkálatok a Gyöngyös nagyrédei víztározónál. A szakemberek a tervek szerint eltávolítják a nehézfém tartalmú iszapot a tófenekéről. Szivattyúzzák az iszapot a gyöngyösi tónál. Ezek a képek még tavaly júliusban készültek. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, 2012-ben egy nyertes pályázatnak köszönhetően iszaptalanították a tavat, és megújult a környéke is. A felújítási munkálatok miatt mesterségesen fenntartott alacsony vízszint sok horgászt bosszantott ugyan, a tónak azonban már nagy szüksége volt a felújításra. Hasonló munkálatokra 2013-ban nem kell számítani a víztározó területén, ám 2014-ben tovább folytatódik a túrehabilitációja. 2014-2015-ös évben a Mecsek Ökó ZRT, aki a Gyöngyös Nagyrédei tározónak a kármentesítési munkálatait végzi, a bányászati tevékenység hatására felhalmozódott nehézfém tartalmú iszap kitermelését fogja végezni a tározóból. A Gyöngyös Nagyrédei tározóból tavaly 50 ezer köbméter iszapot szivattyúztak ki, a nehézfémmel szennyezett iszapréteg kitermeléséhez azonban más technikát kell majd alkalmazni.
Itt arra van szükség, hogy a tározó leeresztésre kerüljön egy bizonyos mértékig, és akkor markológépekkel, kotrógépekkel kitermelik ezt az iszapot. A lakosság megnyugtatására el kell mondani, hogy jelenleg ez az iszap nem találkozik a vízzel, tehát ez egy helyenként több mint egy méter vastag inert, tehát veszélytelen iszapréteg fedi ezt a régebben lerakódott réteget, viszont az ennek az eltávolítását a Mecsekökó Kft.-nek el kell végeznie. A gyöngyös nagyrédei tározó vízszintjét várhatóan 2015-ben, egy éves előkészítő munka után fogják újból leengedni. A horgászok csak ebben az évben fogják érzékelni a munkálatok hatását. A szakemberek szerint ugyanis a tározó egy tél alatt feltöltődik. A B-Bron gyöngyös férfi kézilabda csapatából Szalafai Gábor és Varsandán Milán is meghívást kapott a magyar válogatott keretbe. A mocsai legénység horvát válogatott elleni csütörtöki Veszprémben rendezendő mérkőzésére Szalafainak élete első felnőtt válogatottbeli tétmérkőzése lesz majd. Most tétmérkőzés, amire készülünk. Azok, amiken idáig szerepeltem, az felkészülési mérkőzés volt, és annak igazából nem volt ilyen komoly tétje. Úgyhogy ezt nagyobb izgalmakkal várom mindenképpen. Hát úgy gondolom, hogy azért nekem az elsődleges feladatom az a Harsány Ingerinek a esetleges tehermentesítése lesz, és én úgy gondolom, hogy védekezésben is a szélső poszton fog rám számítani a mester, hogyha úgy adódik. Varsandán Milán biztonsági tartalékként készül a csapattal, és egy sérülés esetén bármelyik pillanatban bevetésre készen várja a mérkőzést. Ugyanazokat a feladatokat fogom csinálni, mint a többiek, és bármilyen pillanatban, amire nem számítanak, akkor esetleg tudnak majd rám számítani. Ezért kell nekem odafigyelni magamra minden pillanatban és minden helyzetben, mert senki se tudja, hogy éppen melyik lesz ez a pillanat, amikor én kerülök a fénybe. Hányszor léptél már pályára az A válogatott mérkőzés keretein belül? Hát nekem még nem volt szerencsém ebben részt venni, ebben a légkörben. Én ifjúsági koromban voltam egyszer válogatott kerettag, akkor egy EB-n vettem részt. Azóta már eltelt jó pár év, és úgy érzem, hogy ez most nagyon nagy megtiszteltetés. A csütörtök esti EB-selejtező mérkőzésen a világ élvonalába tartozó horvát válogatott ellen remélhetőleg mindkét játékos lehetőséget kap majd. A jövőt illetően a gyöngyösi szurkolóknak biztatásként elmondhatjuk, hogy mindkét játékos a Mátra alján képzel el a pályafutása folytatását. Rendkívüli ülést tart holnap a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, amelyen a jegybank tervezett gazdaság ösztönző lépéseiről lesz szó, értesült a Világgazdaság Online. A portál szerint az ülés után sajtótájékoztatón ismertetik a tervezett lépéseket, a forint a hírre gyengülni kezdett. 118 és 158 ezer forint közötti összeget keresnek a végzett bölcsészek a diplomás pályakövetési rendszer legfrissebb adatai szerint. A pályakezdők átlagosan 4 hónap alatt helyezkednek el, 7-15%-uk pedig külföldön próbál szerencsét. Most pedig nézzük, hogyan teljesítettek ma a budapesti értéktőzsde főbb részvényei. A Magyar Telekom 420, a MOL 16560, az OTP 4185, a Richter 34300, a TVK pedig 1755 forintba került a nap végén. A tőzsde hivatalos indexe a BUX 246 pontot csökkent és 17855 ponton zárt. Az aktuális megyen híreink még egyszer röviden. A törvény szellemiségének nem, de a betűjének eleget tesz az önkormányzat a hulladékszolgáltatás átalakításával. Aláírásgyűjtést kezdeményezett a Fidesz a rezsicsökkentés megvédésére. Nem ért egyet a rezsicsökkentéssel az MSZP, ők inkább az áfát csökkentenék. Etikátlannak tartja a városlogó kiválasztásának módját a Jobbik. Jövőre folytatódhatnak a rehabilitációs munkálatok a gyöngyös nagyrédei víztározónál. Köszönöm figyelmüket, találkozunk majd a holnapi aktuálisban is, minden jót a viszontlátásra!